őszi gombavadászat veszélyekkel. Tisza virágzás. Őszi madárvendégek a Kiskunságban. Lepketúra Topolyánál. Virágot bontott a homoki kikerics. A csapadékos idő hatására egyre több helyen jelennek meg a gombák a Duna-Tisza közi erdőkben és tisztásokon. A gyűjtők számára fontos tudnivaló, hogy csak a terület tulajdonosának engedélyével lehet gombát gyűjteni. Az is fontos, hogy egy alkalommal személyenként csak 2 kg gyűjthető Magyarországon. Mindenképpen ajánlott a gyűjtött gombát szakértővel megvizsgáltatni az esetleges mérgezések elkerülése érdekében. Amíg nem túl hideg őszi napokon, sokan kirándulnak a Kecskemét közeli erdőkbe. A párás időszaknak köszönhetően rengeteg gombát is találhatnak, például a Tőserdőben a Kiskunsági Nemzeti Park által itt kialakított túraösvények mentén. A sokféle színes, kisebb-nagyobb gombacsoport szinte csábítja a kirándulókat a gyűjtésre, de nem árt óvatosnak lenni főleg azoknak, akik kevésbé ismerik a gombákat. Sok a hasonló gombafaj az ehetők és a mérgezők között. Ezért célszerű a leszedett gombákat a fogyasztás előtt a szakértővel ellenőriztetni. Az sem mindegy, hogy hogyan kerül leszedésre, illetve a kosárba a vadon termő sokféle gomba. Elsősorban azért, mivel az ehetők közé mérgezők is keveredhetnek. Ilyen esetben az egész gyűjtött gomba mennyiség megsemmisítését javasolják szétválogatás helyett. Jelenleg a vadon termő gombák gyűjtése elsősorban saját célra engedélyezett kis mennyiségben, ami általában 2-3 kg-ot jelent alkalmanként és személyenként. Ezt a természetvédelmi területeken a természetvédelmi őrök is ellenőrizhetik. Egyéb helyeken viszont a gombagyűjtéshez a terület tulajdonosának engedélye szükséges. Kérészek sokasága lepte el a Tiszát Magyarkanizsánál júniusban. A folyó egyes szakaszain kivételes és egyedi látványt nyújt a Tisza virágzás. A tavalyi Tisza virágzáshoz képest egyhetes késéssel kezdődött a kérészek násza Magyarkanizsánál. A párkeresés több napon át tartott, igaz, a kilátogatók inkább csak kisebb vagy nagyobb előrajzásokat láthattak, de ennek ellenére is több százan csodálták meg ezt a természeti jelenséget. Mi minden évben kijövünk a családdal, a férjemmel és a kislányommal Tisza virágzást nézni. Az idén kedden voltunk, előrajzást láthattunk, nagyon gyönyörűek voltak a kérészek. Már évek óta ide járunk, hát most annyi nem volt, mint régen, de azért volt, és hát maga élvezett a hajókázás. A
egyedi természeti jelenség a kérészek tánca. Magyar Kanizsán a Tisza alsó szakaszán a leglátványosabb a rajzás, ugyanis ez az a rész, ami a legkevésbé van szabályozva. A meder a part vonulata, az a talaj, melyben valójában élnek ezek a rovarok. A Tisza virág a legnagyobb európai kérész, 2,5-3,8 cm-es, a fehér fark sertéivel 12 cm hosszú is lehet. A nőstényeknek a hímekhez képest nagyobb szárnyuk és testük van, farksertéik rövidebbek, így gyorsabb repülésre képesek. Egy nőstény általában 7-8 ezer darab petét rak a víz felszínére, melyek a fenékre süllyedve kezdik meg lárva életüket. A lárvák az agyagos földbe fúrják magukat, és az iszap szerves korhadékával táplálkoznak. Az egyetfejlődésük 3 évig tart, s közben legalább 20-szor vedlenek. A lárvák növekedése a hőmérséklettől nagy mértékben függ. Befejeződése által pedig kezdetét veszi a rajzás, mely meleg, szélcsendes időben és a folyó megfelelő hőmérsékletének elérésénél a leglátványosabb. Viszont ebben az évben ez elmaradt. Igaz, több napon át tartott a kisebb-nagyobb rajzás, viszont a vártnál kevesebb kérész táncolt. 3 évvel ezelőtt ugye azok mindig a 3 évvel visszamenőleg időszakot nézzük, és körülbelül azt próbáljuk egy hozzávetőleges arányt tenni, hogy vajon most mennyi lesz, a 3 évvel ezelőtt mennyi volt. Hát kevés volt 3 évvel ezelőtt, akkor viszont nagyon hasonló volt a szituáció, mint most. Szintén visszahűlt a víz hirtelen, nagyon sok eső volt előtte, el is tolódott egy kicsit. Ennyire nem, hogy most így húzadik a körül legyenek ezek az idézőjelben főrajzások. Ez minden évben más és más, de örüljünk annak, hogy egyáltalán ennyi is volt, mert ez lényegében nem kevés, csak annyi, hogy nem egyszerre történt, ahogy egyszerre vártuk, hogy főrajzás és hatalmas, hanem ez úgy elhúzódott 4-5 napig. Az idei násztánc sikeressége majd 3 év múlva mutatkozik meg. Hogyha 3 év múlva összeáll a kép, tehát a vízhőmérséklet, levegőhőmérséklet, nem lesz annyi eső, vízállás jó lesz, tiszta lesz a víz, akkor úgy gondolom, hogy ők azért együtt fognak majd kirajzani, főrajzani. Nem fogják ennyire széthúzni. Itt napról napra változott a hőmérséklet a víznek is. 22-4-ről hirtelen lejut 21,5 fokra. Egyik napról a másikra. Akkor a maros hidegvizet tolt a Tiszába, így mondván. Akkor ugye az visszahűtötte, az is szintén az esőzés lehűtötte. Volt itt pár hideg éjszaka, ami szintén lehűtötte a vizet egyik napról a másikra. Hogyha 3 év múlva minden optimális lesz, és ott május végén beáll nyári vízállásra, és úgymondván egy stabil időjárás lenne ott egy hétig, 10 napig, akkor biztos, hogy meg lenne az a gyönyörű szép előrajzás, főrajzás, utórajzások. Hát bízunk benne, hogy így lesz. Azon felül, hogy egy rendkívül látványos esemény a Tisza kivirágzása, fontos ökológiai jelentősége is van. Számos hal, madár és békafaj táplálékául szolgálnak a kérészek. Érkeznek északról a kiskunsági tavakra is az átvonuló és az itt telelő madarak. Sok sekély vízű tó kiszáradt, ezért ahol van még víz, ott nagyobb madártömegek figyelhetők meg. Lassan újra benépesülnek a Duna-Tisza közi tómedrek és a körülöttük lévő réteg.
a korábban itt költött madarak átadják helyüket az északról érkező és néhány hétig itt pihenő madárajuknak. November elejéig várhatóan ismét vonuló madárcsapatoknak ad átmeneti otthont a Kiskunsági Nemzeti Park néhány vizes védett területe. Évtizedek óta kutatják az ornitológusok, hogy a hideg és a táplálékhiány elől délre húzódó madarak hogyan tudnak tájékozódni ködben, esőben és éjszaka is. Mára bebizonyosodott, hogy a föld mágneses erővonalai vezetik őket, amelyek mintegy bevésődnek az első utazások után emlékezetükbe. Az még megfejtésre vár, hogy hogyan tud néhány madárfaj akkora energiát felhalmozni néhány dekagramos testébe, hogy akár 1000-1500 kilométeres távot is repüljön leszállás nélkül. Az idén előreláthatóan kevesebb madár választja pihenőhelyként a Duna-Tisza közi, régebben vízjárta helyeket. Remélhetően az amatőr vonuláskutatóknak azért ritka, érdekes látvány nyújt egy-egy több ezres, esténként érkező, majd hajnalban felkerekedő madárcsapat megfigyelése. Ehhez a Nemzeti Park szakemberei segítséget is tudnak nyújtani a megfigyelő tornyokhoz történő kalauzolással. A lepkék kerültek a figyelem középpontjába Topolyán az Árkusz Környezetvéd Egyesület által szervezett sétán. A túrázók a Topolya Völgyei Természeti Park területét keresték fel, melynek lözgyepein számos lepkefajt figyelhettek meg. A közönséges boglárka lepkéket figyelhették meg leginkább az Árkusz túráján a résztvevők, ugyanis ebből a fajból volt legtöbb a Topolyai tó környékén virágba borult lözgyepeken. A hímek kék, a nőstények barnás árnyalatúak, a beazonosításukhoz lepkehatározókat használtak. A szakmai vezetéssel egybekötött sétára helyi és környékbeli természetkedvelők is ellátogattak, gyerekek is felnőttek egyaránt. Mivel hogy óvópedagógusként dolgozom, ezért arra próbálom az intézménybe is felhívni a figyelmet, meg hát volt is ilyen, ebben kapcsolatban ilyen továbbképzésünk, hogy elterjedjen jobban már a kicsik körében is. Úgyhogy nagyon. Meg igyekszünk mi is tudatosan élni, amennyire lehet. A lepkéknek a növények beporzásában van nagy szerepük, ezért is jelentős a fajok és élőhelyük megóvása. Sajnos még nem folyt elég kutatás, hogy lehessen tudni pontosan hány faj lakik itt Topolya környékén. Esetleg föl tudnám sorolni néhány fajt, amelyeket hát már lassan tudunk találkozni. Biztos mindenki ismeri a fecskefarkú lepkét, akkor egy hasonló kardos lepke. Szóval ők szerintem így legnagyobb méretűek itt a vidékünkön, meg így legpompásabbak, akkor persze káposztalepkéket, hogyhogy már ugye lehet találkozni velük, nappali pávaszem, admirális lepke. Tudnám mondani így a szerbiai adatokat, ami a nappali lepkéket illeti, 200 faj körül fel van fedezve, le van írva, ugye, hogy szabad, Szerbián él. Az éjjeli lepkék között egyenlőre 2300 faj fel van fedezve Szerbiában, de becslések szerint lehet, hogy akár 4000 fajról is van szó. Hát szerintem lehet, hogy hasonló arányok itt is vannak, ugye, ami érdekes, hogy több a nappal, az éjjeli lepkefaj, de a nappali lepkéket jobban ismerjük. Nem csak a lepkékről, ha beszélünk, akár más rovarokról is, csökken a fajszáma, meg a populációk is ugye hát lassan elvesznek, mert ugye első probléma, ami ugye veszélyezteti a fennmaradásukat, az élőhely hiány, ugye mivel Topolya környéke általában ugye szántóföldekből áll, nagyon kevés ez a, mondom, ez sajnos ezek a gyepek, amik itt találhatók, az csak egy maradvány, nagyon ilyen kisebb foltokba lehet rájuk találni, és persze nagyon fontos, hogy ilyen helyek megmaradjanak, mert
bizonyos fajokat, ha nézzük, ezek az egyetlen helyek, ahol fel tudnak maradni, mert ugye nem tudnak találni más megfelelő helyet, más növény, megfelelő növényfajokat, mert ez nagyon így a rovaroknál elég így, ilyen tipikus tulajdonság, hogy nagyon kötődnek, sőt szorosan is kötődnek a növényekhez, és akkor ha kiveszik valamelyik növényfaj, mert ugye miért az élőhely, mert azon az élőhelyen megfelel a növénynek, hogy ott legyen, kötődik rögtön valamilyen rovarfa is, és akkor ha egyik elveszik, akkor ugye a más is. És ezért fontos megóvni ezeket az ősgyepeket, ugye ilyen helyeket, sőt, mint élő ugye, helyeket is, mert akkor meg fogjuk óvni a fajokat is, amelyek ugye itt élnek, amelyek kötődnek ilyen helyekre. A lepketúrát a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség nemzetközi napja alkalmából szervezték meg. Volt korábban, még a 2000-es évek első felében, közepén egy biodiverzitás túra nevezetű túránk, amely ugye alapvetően mindent felölelt, tehát nem csak rovarokkal foglalkozott, hanem madarak és más gerinces állatok, növények, és hát igazából ez aztán megszűnt sajnos, és hát akkor ezzel a lepketúrával igyekeztünk valamivel, valamiféle formában megemlékezni a biológiai sokféleség nemzetközi napjáról, ami egyébként május 22-én van, és hát ez a mi szakmánkban egyébként az egyik legszebb ilyen zöld ünnepnek számít, hiszen hát azért mégiscsak az a lényeg, hogy a természetben a sokféleség, ez a biológiai sokféleség, ezt megőrizzük, és ezt igyekszünk bemutatni most ezen. Ebben az esetben a lepkéken, rovarokon keresztül az embereknek, de egy nagyon jó példája ez a biológiai sokféleség bemutatásának, hiszen rovarok nagyon változatosak, itt a vidékünkön is több száz faj él, lepkékből is egyébként, nappali lepkékből is közel 100 faj található a környéken, tehát igazából nagyon gazdag, főleg az említett gyepeknek köszönhetően, így aztán ténylegesen ez egy igazán megfelelő módja bemutatni a biológiai sokféleséget itt vidékünkön is. A túrán a lepkéken kívül számos rovar, növény és madárfajjal is megismerkedhettek a résztvevők. Az ősz egyik jellegzetes, tömegesen nyíló virága a homoki kikerics, amely szeptembertől virágzik. A Kárpát-medencében őshonos állománya a Bugaci pusztán és a Kiskörös közeli erdők tisztásain látható nagyobb számban. Megtekintésükre a Kiskunsági Nemzeti Park túrákat is szervez. A régóta várt eső is elég volt ahhoz, hogy az őszi vadvirágok közé tartozó homoki kikerics apró, de színpompás virágai előbújjanak Bugacpusztán a homoki gyepeken. A liliumfélék családjába tartozó lila és zöldes szürke virágú őshonos növény egyik különlegessége, hogy levelét, termését tavasszal hozza, virágai viszont ősszel bújnak elő. Veszélyes különlegessége, hogy minden része erősen mérgező, légzési zavarokat és szívbénulást is okozhat. Ezért hozzáírni és szedni nem tanácsos. A legújabb kutatások szerint viszont olyan szert is készítenek belőle, amely akadályozza a daganatos sejtek osztódását. A homoki kikerics fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 forint övenként. Kizárólag a Kárpát-medencében található, ezért kiemelt védelmet kapott a Dunatisza közi élőhelyein.